Oroszország ukrajnai inváziójának 860. napján meglepetés vendéget fogadott Volodymyr Zelenszkij Kijevben. Orbán Viktor a Magyar Uniós elnökség nyitányaként végre valahára Ukrajnába látogatott. De miért most, miért így, miért titokban? Miről tárgyalt Magyarország és Ukrajna vezetője? Amit most látunk, az Orbán jó fiúsodása Európában, vagy kényelmetlen kötelezettség soros elnökként? A mai azonnali adásban összefoglalunk mindent, amit a miniszterelnök kijevi látogatásáról tudni érdemes. Ebben segít nekem Németh András, a HVG világrovatának újságírója, köszöntelek. Szervusz. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. András, köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a gyors meghívást. Kiderült-e, hogy miért látogatott Orbán Viktor Kijevbe? Ez egy kötelező kör volt soros elnökként, vagy valóban volt olyan érdemi tárgyalása, miért oda kellett látogatni az ukrán fővárosba? Mit lehetett tudni a találkozó előtt? Mielőtt meg lett volna ez a sajtótájékoztató, ami körülbelül 2-3-4 perc lehetett, tehát ennyit beszélt a két politikus, én azt hittem, hogy van valamiféle komoly, végleges megállapodás a kárpátaljai magyar kisebbségről, a kisebbségi jogokról, mert ugye azt tudjuk, hogy Magyarország azt kifogásolta, hogy Ukrajna olyan törvényeket fogadott el az utóbbi években, amelyek valóban korlátozzák azokat a jogokat, amelyeket a magyar kisebbség ott megszerzett, oktatási, nyelvhasználati jogokat. Aztán most, amikor meghallgattam, amit mondtak, én úgy érzem, hogy be vagyok csapva, tehát itt semmiféle konkrét megállapodás nem született, talán egy olyan, hogy Magyarországon is nyílik egy ukrán iskola, de hát ugye tudjuk, hogy az ukrán kisebbség Magyarországon nagyon kicsi. Most, hogy ide jött pár ezer ukrajnai menekült, valóban van létjogosultság egy magyarországi ukrán iskolának, de hát ez messze nem az a kaliber, amiért egy miniszterelnöknek Ukrajnába kellene utaznia. Tehát mondom, én először arra gondoltam, hogy ez egy valóban egy áttörés lehet a két oldal kapcsolatokban. Meglepett a dolog, mert figyelvén azt, ami a januári Szijjártó Kuleba, tehát a két ország külügyminisztere közötti találkozó óta történt, nem volt várható egy igazi komoly áttörés. Végül én most úgy gondolom, hogy ez valóban annak a következménye, hogy átvettük a soros elnökséget, és Orbán Viktornak szinte kötelező volt elmennie Kijevbe, ezt próbálta minél gyorsabban, minél kisebb feltűnéssel megoldani. Én nem tudom, hogy ezután mi lesz, tehát vannak elképzeléseim, de abban biztos vagyok, hogy jelentősen nem sikerült közelebb lépni sem a békéhez, sem a két oldalú viszony rendezéséhez. Orbán hogyan keretezte ezt az egészet? Mit mondott a sajtótájékoztatón, mit kommunikált a közösségi médián előtte? Egyáltalán a kormány univerzumában hogyan nézett ki ez az utazás? A kormány univerzumában úgy nézett ki, hogy pár nappal ezelőtt elhangoztak olyan ködös bejelentések, melyek szerint hamarosan Kijevbe látogathat Orbán Viktor. Ma hajnalban a The Guardianből derült, hogy tényleg utazik, tehát ezt ők azért igyekeztek nem túl nagy dobra verni. Mondjuk ez részben érthető is, mert általában a nyugati vezetők ukrajnai kijevi látogatásait azt akkor szokták bejelenteni, amikor ezek már megvalósulnak. Orbán Viktor a találkozó előtt arról beszélt, hogy mint soros elnök első útja Kijevbe vezetett, majd amikor a sajtótájékoztató megszólalt, ahol ugye nem lehetett kérdéseket feltenni, ott azt mondta, hogy azt javasolt az Zelenszkij elnök úrnak, hogy próbáljon meg másképp tekinteni a tűzszünetre és kezdjen el tárgyalni az oroszokkal. Hát ezt még Budapest is mondhatta volna, mert ennek körülbelül hatása ugyanaz lesz, mint ha itt innen mondta volna. Ugye azt tudni kell, hogy Orbán Viktor szempontjából az Oroszországgal való tárgyalás azt jelenti, hogy Ukrajna nem kap több európai fegyvert, pénzt, paripát, posztot, és így nagyon gyorsan rákényszerül arra, hogy a békéről tárgyaljon Oroszországgal, ami csak rossz lehet Ukrajna számára. És amikor az Orbán-Zelenszkij viszonyról beszélünk, akkor nehéz nem észrevenni azokat az ilyen metakommunikációs emlékeket, amiket különböző brüsszeli találkozóikon láttunk, az ilyen elsomfordálások, félrenézések Orbántól, ilyen kellemetlen, szájról leolvasós beszélgetések. Ennek az egésznek most, mind a sajtónyilatkozatnak, mind a megjelent videónak milyen volt a metakommunikációja? Mert azt gondolom, hogy az is, aki nem követi aktívan a politikát, az legalább az igazából szerelemből tudja, hogy milyen az, amikor egy felemás baráti viszonyban kiállnak sajtótájékoztatót tartani. Mennyire érződött, vagy mennyire hagyta mondjuk Volodymyr Zelenszkij, hogy a feszültség az látható legyen? Hát ez semmiképpen sem volt igazán jó hangulat ez a sajtótájékoztató, és nekem az volt a feltűnő, hogy azok a fényképek, amelyek a tárgyalásról készültek, szemmel láthatólag egy olyan Orbán Viktort mutattak, aki nem feltétlenül érzi jól magát, tehát többképpen kb. 20 évvel nézett ki idősebbnek, mint amennyi. Ebben a helyzetben teljesen egyértelmű, hogy Zelenszkij az, aki valamivel jobb helyzetben van, tehát ő folyamatosan kitartott az álláspontja mellett, folyamatosan külföldi segítséget kér, folyamatosan hangsúlyozta azt, hogy Magyarországnak is így kellene tennie,
És most egy olyan politikus ment oda, aki tulajdonképpen semmit nem ajánlott, tehát nem mondta azt, hogy megváltoztatja a politikáját, annyit mondott, hogy javasolta, hogy kezdjenek el tárgyalni a tűzszünetről. Tehát ez a metakommunikációban is érvényesült, hogy ez egy musz volt szerintem Orbán részéről, és ha már itt tartunk, hogy miért is musz még, tehát ugye azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor erősen keresi a helyét az Európai Unióban és az Európai Parlamentben, megalakította ezt a Patrióták Európája nevű alakzatot, tehát lehet, hogy ezt ilyen kontextusban is érdemes nézni, hogy Orbán Viktor mit próbál variálni az Európai Parlamenti színpadon, de nem tudom, hogy ez mennyire lesz elég ahhoz, hogy létrehozza a miniszterelnök által említett legnagyobb és legerősebb jobboldali frakciót az Európai Parlamenten belül. Ugye csütörtökön fog eldőlni, hogy ez a frakció összeáll, itt a hallgatóknak kiszólok, hogy pénteken fog készülni erről egy fülkeadás, ahol végigvesszük azt, hogy végül is milyen összetételben folytatja majd a munkát az Európai Parlament, úgyhogy mindenképp érdemes feliratkozni és itt lenni majd, hogy a pénteki adást is hallhassátok. Viszont még visszatérve az Orbán-Zelenszky találkozóhoz, ezek szerint akkor Oroszország kérdése sem vetődött fel ezen a tárgyaláson. Megjelente bármilyen orosz álláspont vagy orosz kommentár az egész vizittel kapcsolatban? Ez szintén érdekes, mert ugye Oroszország mindenképpen felmerült, tehát ahogyha a háborúról beszél Orbán Viktor Kijevben, akkor Oroszországnak is fel kell merülnie. Eddig csak Dmitrij Peszkov, kremszóvő szólalt meg, ő azt mondta, gyakorlatilag mentegette orosz szempontból Orbán Viktort, és azt mondta, hogy Orbán Viktor egy rendes patrióta politikus, aki a nemzeti érdekeit védi, de most, mint soros Európai Uniós elnök el kellett mennie, és ott ismertetnie kellett az Európai Uniós álláspontot. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mintha Moszkva elnézte volna. Ez úgy hangzik, mintha lett volna valami elvárás Orbán Viktor felé. Igen, igen, meg úgy is, hogy tulajdonképpen az eddigi politikájában nem illik bele egy kijevi vizit, ami szerintem még akár igaz is. Viszont ugye teljesen egyértelműen kiderült Orbán Viktor szavaiból, hogy itt nem csak arról volt szó, hogy Európai Unió, Oroszország, Ukrajna háború tűzszünet, hanem a két oldal kapcsolatokról is, ami viszont azt mutatja, hogy Orbán Viktor nem csak mint az Európai Uniós elnöke látogatott el, mint magyar kormányfő, és igenis szóba kerültek a két oldalú kérdések, sőt, amitől még Zelenszky elnök beszélt, az, hogy arról is gondolkoznak, hogy folytatják az egyeztetéseket, és tettő alá hoznak egy új szerződést a két állam között, de ebben a kérdésben én szkeptikus vagyok, és minél jobban telik az idő, annál inkább szkeptikus vagyok, tehát mindig olyan érzésem van. Bocsánat, mit jelent egy ilyen kétoldalú szerződés, amikor az egyik fél az egy olyan politikai és gazdasági többnek a tagja, mint az Európai Unió. Tehát mit lehet leszögezni egy ilyen államközi szerződésben? Hát ez egyfajta újabb alapszerződés lehet, tehát a kétoldalú viszony alapjai, a kisebbségek, ugye az együttműködés formái, különböző együttműködési projektek kilátásba helyezése, tehát ez alapvetően a kétoldalú kapcsolatokat rendezni. Ugye van egy ilyenünk már, egy ukrán-magyar alapszerződés, ezt több mint 30 éve írták alá, abszolút elképzelhet, hogy ezt valamilyen szinten meg kell újítani, de ez egy kétoldalú dolog, de mondom, ez ebben a tekintetben is szkeptikusak. Tehát néha olyan érzésem van, sőt többször van olyan érzésem, hogy a két ország vezetői politikusai találkoznak egymással, próbálnak mosolyogni, de az alapvető ellentétek megmaradnak, és megmarad az a bizalmatlanság is, amit én folyamatosan érzek ukrán részről, és egyre inkább nem csak a politika iránt, hanem Magyarország és a magyar állampolgárok irányába is. Jól érzem akkor azt, hogy a magyar kormányközeli sajtó ezt az egész utazást ezt úgy fogja keretezni, hogy a kárpátaljaiakért folytatott szuverenista harcnak egy eleme, amit most tett meg Orbán Viktor, illetve a nemzetközi sajtóban hogyan jelent meg ez az egész látogatás, mert akárhogyan is nézzük, Orbán Viktor a következő fél évben a szokásosnál is több figyelmet fog kapni, és pláne az, hogyha az a magyar miniszterelnök, aki egyébként megtagadja Ukrajna támogatását, legalábbis kommunikációs szinten ellátogat Kijevbe. Jól látod, ez lesz az egyik keretezési módszer, hogy kiáll a magyar kisebbség, a magyar nemzettársak mellett. A másik keretezési eszköz pedig az lesz, hogy az folytatta Orbán Viktor áldozatos béke munkáját Kijevben, tehát ezt ne legyenek kétségeink, hogy így fog tenni. Én szerintem a nemzetközi sajtó erősen átlát ezen, tehát ők tudni fogják, és már most is talán tudják, hogy ez mégsem az a tárgyalás volt, amire talán páran számítottak. Tehát én nem hiszem azt, hogy így áttörés lenne, bár soha nem lehet kizárni azt, hogy épp az amerikai elnökválasztás közelettével, meg látván azt, hogy Oroszország azért több fronton is próbál támadni és területeket foglalni Ukrajnától, Ukrajna előbb-utóbb rákényszerül egyfajta tárgyalásra, de én abban is biztos vagyok, hogy ha itt tárgyalások lesznek, akkor nem Orbán Viktor lesz az, aki majd rendezgeti a feleknek az álláspontját és majd közvetít közöttük. Jó is, hogy felhoztad. Lassan tényleg 2,5 éve tart Oroszország-ukrajnai inváziója.
annak, aki leszakadt már erről a hírfolyamról, mit kell tudni arról, hogy jelenleg a frontvonalak hol mozognak, és ha nem is tesszük fel egy ilyen libikókára, hogy ki van felül, ki van alul, de mégiscsak milyen helyzetben van Ukrajna ahhoz képest, ahol mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt volt. Hát ha gyorsan áttekintjük a dolgot, akkor ugye 2022 márciusában kezdődött a háború, akkor Oroszország nagyon gyorsan nagy területeket elfoglalt. 2022 őszén Ukrajna ezeknek a területeknek a jelentős részét visszafoglalta. Először március-áprilisban a Kijev környéki területeket, később pedig Észak-Kelet-Ukrajnát, majd Dél-Ukrajnát. 2023 viszont, amikor ugye számítottunk arra, hogy lesz majd egy nagy ukrán ellenoffenzíva, ez nem jött össze. 2023 már inkább Oroszország éve volt, itt Oroszországnak sikerült stabilizálni a frontokat, éppen azért, mert elmaradtak jó részt a nyugati fegyverszállítmányok, vagy késő érkeztek, ezért Oroszország be tudta magát ásni az orosz hadsereg mármint, és eredményesen védekezett. 2024 pedig kisebb, kevésbé jelentős és jelentős orosz térnyerést hozott. Nem méretben jelentősek ezek a térnyerések, hanem azért sikerült egy kis stratégiai jelentőségű települést elfoglalni. Ami ijesztő volt, az a májusban indult Harkov környéki orosz offenzíva, de ezt úgy néz ki, hogy sikerült megállítani. Tehát pillanatilag ott tart a dolog, hogy Oroszország nagy áldozatok árán képes minimális területi gyarapodást elérni, aminek ukrán oldalon is nagy az ára, tehát Ukrajna egyre nehezebben pótolja az elveszett embereket. Viszont egy fontos dolog van, hogy éppen a harkovi offenzíva miatt, amikor ugye tudjuk azt, hogy Oroszország az orosz légtérből és Oroszország területéről lőtte Ukrajnát és az ukrán állásokat, ahol a nyugati fegyverekkel a megállapodások értelmében nem lőhetett vissza Ukrajna. Ezt látván a nyugati államok sorozatban feloldották ezeket a tilalmakat, tehát most már amerikai eszközökkel is és nyugat-német, nyugat-európai eszközökkel is át lehet lőni Oroszországba, és ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy most már az oroszok Kharkiv környékén sem támadnak, hanem próbálják stabilizálni a már elért eredményeket, tehát egyre inkább beássák magukat Kharkiv környékén, és nem sikerült elérni azt, hogy közvetlenül tudják lőni a várost. Már említetted Amerikát, és nyilván azt tudjuk, hogy Orbán Viktor arra számít, hogy Donald Trump visszatértével ez az egész háborús kérdés meg fog oldódni. Nem véletlen kikacsintás a tengeren túlra az is, ahogy az Európai Unió soros elnökségét is Make Europe Great Again címszóval tegyük nagyjá újra, Európát címszóval próbálja eladni, pont ahogy Donald Trump is az ő saját elnökségi ambícióit 2016 után 2024-ben is. Viszont mégiscsak azt látjuk, és itt térünk vissza még egy dologra zárásként, amit már említettél, hogy közben Orbán Viktornak olyan szinten szorul a hurok Európában, hogy lassan valahol el kell kezdenie különböző engedményeket tenni a saját politikájából ahhoz, hogyha más nem szövetségeseket tudjon találni, és akkor itt még nem beszéltünk arra, hogy a folyamatosan Magyarország ellen zajló eljárások mellett nagyon nehezen elképzelhető az, hogy jobb irányba forduljanak Magyarországon a dolgok, hogyha európai szinten nem sikerül valamilyen koncessziókat tenni. Nem gondolod-e úgy, hogy az, hogyha Orbán Viktor tud egy frakciót alapítani, tud összeülni olyanokkal, akiknek nagyobb hangja van az övénél Európában, és oda tudnak csődíteni annyi képviselőt, hogy tényleg tudjon érvényesülni valamilyen, mondjuk azt akkor, hogy patrióta vagy szuverenista akarat, hogy Orbán Viktor el fog jutni arra a pontra, amit mi azt hittük, hogy majd 2022. február 24-én lesz, hogy egy kicsit leszakad erről az orosz barátságról, hogy egy kicsit enged a többség akaratának ebben az ügyben. Magyarán elképzelhetőnek tartod azt, hogy akár a következő fél évben, akár azon túl Orbán Viktor Ukrajnával szemben, hogyha nem is konkrétan orosz ellenes, de mégiscsak Ukrajna barát politikát tudjon képviselni, akár szimbolikus dolgokban csupán. Az, hogy Ukrajna barát politikát tudjon képviselni, azt nem tartom elképzelhetőnek. Tehát valami olyan mértékben kötelezte el magát az orosz álláspont mellett, hogy ebből nagyon nehéz kimászni. Persze egy politikus mindenből ki tud mászni, aztán, hogy elhiszik a választók, vagy nem, az egy más kérdés. De ugye itt azért nem csak Európáról van szó, hanem az Egyesült Államokról is. Tehát, hogyha ott Donald Trump győz novemberben, akkor ugye mindenki arra számít. Én attól tartok a joggal, hogy az amerikai politika meg fog változni, és a teljesen egyértelmű Ukrajnát támogatásból átmegy egy Orbán-féle tűzszünetet, lást kapitulációt követelő amerikai politikában. Viszont egy dolog nagyon fontos, hogy Trumpnál még inkább kiszámíthatatlan, mi történik. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy arról is beszélt, hogy ő bombázta volna Moszkvát, hogyha ő lett volna az amerikai elnök 2022-ben. Tehát a legrosszabb Trumpnál a kiszámíthatatlanság, de mégis inkább az a valószínűbb, hogy ő egy kevésbé ukrán barát politikát fog folytatni, mint Joe Biden elnök, tehát Amerikából Orbán fog egyfajta támogatást kapni, és már csak azért sem hiszem, hogy ő ebből a orosz barátság
Oroszországból, ukrán ellenességből kijönne, mert ha megnézzük, hogy kik alkotják az ő új frakcióját, hát Andrej Babis Csehországból, Herbert Kickl Ausztriából, és hát ezek a politikusok egyáltalán nem ukrajna barátok. Olyan politikusokat fog valószínűleg megkeresni, vagy erőket, akár Portugáliából is, akik szintén nem ukrajna barátok. Tehát ugye valamelyik ismerősöm viccesen azt mondta, hogy ez nem is Európa patriótái, hanem Oroszország patriótái ez a képviselőcsoport, ami formálódik. Tehát én nagyon meglepődnék, hogyha Orbán Viktor gyökeresen megváltoztatná külpolitikáját Ukrajna irányába. András, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a Fülke hamarosan folytatódik, fogunk foglalkozni brit választásokkal, EU-s frakciókkal és francia választásokkal, úgyhogy iratkozzatok fel a HVG podcastok és a HVG YouTube csatornájára, hogy nem maradjatok le róla. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!